az utazási csomagokkal kapcsolatos Európai Unió szabályozás hazai átültetésével két részre bomlik az utazás szervező kötelező vagyoni biztosítéka. A módosítás szerint az egyik pillért csak a befizetett előlegek, illetve részvételi díjak visszafizetésére lehet felhasználni, a másikat pedig a külföldön rekedt utasok ellátására és hazaszállítására. Július 1-től nagyobb biztonsággal számíthatnak az utazók arra, hogy az utazás szervező nem várt fizetésképtelensége esetén kártérítésben részesülnek. Egy jogszabályváltozás révén emellett egy új biztosításfajta nyújt garanciát a külföldön rekedt utasok ellátására és hazaszállítására is. A utazás szervezői tevékenység már évek óta vagyoni felelősségbiztosítás köteles. Annyi változik, hogy most egy utazás szervező csődje esetén a kint maradottak kényszerű tartózkodásának a fedezésére és a hazaszállítására is szolgál, illetve akik mondjuk itthon maradtak és nem tudtak elutazni, az ő kártalanításukra. Az új biztosítási rendszerben a vagyoni biztosíték júliustól kizárólag a befizetett előlegre, illetve részvételi díjakra nyújt fedezetet. Azonban ha az utazási csomagban a szállítás is benne van, akkor az utazás szervezőnek biztosítást kell kötnie az utas esetleges kényszerű kintartózkodása és hazautaztatása költségeire is. Most ez ketté válik, ez a vagyoni felelősség biztosítás rendszere változatlanul megmarad, de bejön mellé egy másik biztosítás, ez a hazamentési biztosítás, ami pedig csak arra fog szolgálni, hogy a kint maradottak kényszerű tartózkodását fedezzék, illetve őket hazaszállítsák. Az életbe lépő rendelet továbbra sem váltja ki a hagyományos utasbiztosítást, ezáltal amennyiben július 1-e után bárkit baleset ér vagy a poggyászával adódnak gondok, továbbra is csak akkor számíthat a biztosító társaságok segítségére, amennyiben rendelkezik utasbiztosítással. A témával részletesen a június 27-i Kitekintő című magazin műsorunkban foglalkozunk.